Idegen nyelvet tudni talán az egyik legnagyobb érték a mai világban, és elsősorban az angol nyelv az, amivel elérhető és eladható az egész világ. Ezért sem meglepő, hogy sokan már egészen pici korban elkezdik gyermekeik oktatását az angolra, akár nyári tábor formájában. A Helen Doron angol táborában érthető módon az angol a társalgás formája egész nap, még a 3-5 éves korosztály is a lehető legtöbbet angolul beszél. Arra törekszünk ilyenkor, hogy az évközbeni szeptembertől júniusig tart a tanévünk, és a nyári szünet alatt igyekszünk olyan nyári programokat szervezni a gyerekeknek, ahol tudják gyakorolni az angolt, illetve további értékeket is át tudunk adni. Ilyenek például a környezetvédelem, az állatok szeretete, a barátság, a tisztelet, a becsületesség, és igazából ezek köré szervezünk programokat. Ezek mondjuk magyarul is jó hívószavak, még a legkisebbeknek is sose lehet elég korán kezdeni. És vajon hogyan lehet együtt dolgozni ilyen apró gyerekekkel? Teljesen más típusú feladatokat, illetve programokat szervezünk ennek a 3-5 éves korosztálynak, viszont velük meg sokkal érdekesebb minden, hiszen együtt tudjuk felfedezni a világot, rengeteget kísérletezünk, ami nekik hatalmas újdonság, és annyira boldogan élik meg ezeket a dolgokat, illetve a kísérleteknek a végeredményét. Most is izgatottan várják, hogy a tegnapi tojás kísérletünk hogy sikerült. A tojás kísérletről ugyan nem tudunk beszámolni, de arról mindenképp, hogy ezek a pici gyerekek egészen otthonosan mozogtak az angol nyelv világában, és Adrián szerint is tisztában vannak azzal, hogy valami különleges történik körülöttük, valami egészen érdekeset kezdenek tanulni, sőt előfordulhat, hogy otthon olyan szavakat kezdenek el használni, amit viszont apu és anyu nem ismer. Ugye, hogy érdekes? Amikor ott jártunk, a gyerekek éppen kiskutyákkal barátkoztak, játszottak, tanultak trükköket. Akinél volt bármiféle félelem a kutyákkal szemben, az másodperceken belül el is tűnt. A nyár folyamán több tábort is szervezett a Helen Doron. Volt hasonló táborunk, természetesen korosztályokra bontva táboroztatunk. Volt táborunk tiniknek, ahol ez egy teljesen nemzetközi közeg volt, hiszen érkeztek hozzánk vendégek Dél-Amerikából, Afrikából, Indiából, illetve Ausztráliából is, és egész nap angolul beszéltünk velük. Volt egy másik táborunk, ahol 7-8-9 évesek voltak, velük is szintén angolul folyt a kommunikáció, és rengeteg különféle programot szerveztünk. Adrián bár fiatal még, de láthatóan nagyon jól érzi magát ebben a közegben. A pici gyerekekkel nagyon jól bánik, az is látszik, hogy szereti, élvezi. A nyelvtanítás, a gyerekek világa egy különleges, izgalmas kombó a számára. Ez egy szerelem. Én úgy mondanám, inkább 2017 óta vagyok a Helen Doron családtagja, és nekem viszonyatosan nagy szerelem. Nem is tudom elképzelni, hogy bármi más csináljak, mint gyerekekkel foglalkozzak, és egy ilyen hatalmas tudást adjak át nekik. Ehhez kívánunk sikereket, szeptembertől már minden érintett oldaláról is nézve, megújult erővel.